Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Elérkezett a 2018-as szüret ideje. Egy más a szőlőre törekedtem, nagyon durván. Hát meglátjuk, hogy meg lesz, mindjárt lemérem. És utána azért már raktam fel videót, hogy hogy kell készíteni vörösbort, de most így összevágom gyorsan, hát minden év más. Azért is, mert maradt rajta még egy kis kénes permet, úgyhogy most nem fogok borként használni. Úgyhogy először is ezt lemérem, hogy mennyi, utána pedig elkezdjük a szemezést. Házi készítésű szemezőgéppel, amit mindjárt be is mutatok, ti is meg tudtok csinálni, de már az előző videómban ezt mutattam. Itt is vagyunk, lemértem a szőlőt, összesen 65 kiló lett, nagyon szomorú vagyok, mivel ez a rossz medok itt csak itt van körülbelül, vagy 9 méteren, és 5 kiló szőlő jött le róla, úgyhogy ezt ki fogom innen vágni a francba, és kék frankos fog jönni, ami kicsit bőtermőbb, hát ennyi jött le róla, hát nem fog még killódni. Na, itt van a szemező, bárki össze tudja ütni, mezőgazdasági boltba bementek, van ilyen ponthegesztett rács, ez hiszem egyszer egyes, ezen átfér az Otello is, és csináltok neki egy fakeretet akár, hogy kicsit megcsiszoljátok, kifeszítitek, ahogy én is, és kész van a szemező, nem kell ott egyessével, hogy működik, rárakjátok, így megsimogatjátok, és már szemeződik is a szőlő. Ennyi a nagy titok, nem kell ott egyesével órákig szösznötölni, és a kocsány az nem fog áthúlni aránylag. Így végén összeszeditek, ez a kis medokolat kis szarab szőlő, de Otellónak nem húlik le semmi. És akkor így pillanatok alatt le lehet szemezni a szőlőket. Így ez a következő művelet, szemezzük le fel az összeset. Le is lett szemezve az egész, már ott vannak a cuccok, el van mosva minden, és ahogy ezt itt kiszámoltam, ilyen köbcentire, átszámoltam minden, 74,8 liter így. Most ahogy látjátok, hát mire ezt leprésselemnek, stb. Számításai szerint, hogyha lesz 45 liter borom, akkor nagyon jó lesz, mert ezt úgy szokták, hogy ugye mondtam nektek, hogy ilyen 65 liter volt, 65 liki, beszorozzátok 0,7-tel, hát ami 0,8-tel, mert 70, 80%-át lesz a bor, de amúgy ilyen házi körülmények között annyira nem vagyunk profik, úgyhogy inkább 70%-kal számoljunk, és megkapjuk, hogy a 45 liki borunk lesz. Hát ha 50 az már nagyon bivaj, tehát ilyen, 70%-kal lehet számolni, és majd meglátjuk pontosan mennyi lesz. Ezzel meg vagyunk, le van szemezve, nagyon gyorsan kész lett ez a 65 kiló szőlő, és most fog következni a zúzás. Na hát ez csak ilyen kis gépezettel lehet megoldani. Legegyszerűbben most néztem, hogy amúgy nekem ez egy ilyen örökség, de hogy egy ilyen gépezet ilyen 15-18 ezer forint körül van használtan. Csak így néztem, nem mondom, jó, bivaj. Mondjuk egyszer kell megvenni, úgyhogy most következik az, berakjuk ide, ledaráljuk, és utána áztatni fogjuk 2 hétig, de ez még nem ilyen egyszerű. Na, le lett darálva a szőli, így hát vettem belőle egy kis mustot, és megnézzük most, hogy mennyi a cukorfoka, ami ezen a gyönyörű szép skálán látszik. Hát egy 20-ast azért jó lenne elérni, az illene. Szokták cukrozni, hogy elérje a 20-at, akinek nincs meg, de hát na, azért azt nem nagyon kéne. Megnézzük, 15, azt mondja, hogy azt hiszem ez 1-es beosztással van, 15, na, azt nézd meg, megvan a 20, majdnem, megvan a 20, gyerekek, ott van, teljes zoom, ops, úgy, 19 környékén állunk, szuper jó, ráne a éles lenne, úgy látja, olyan 19-20, ebből nagyon jó bor lesz. Így néz ki a ledarált szefrény. Arra kell figyelni, hogy ugye a hordónknak a
cuccát azért ne szénig, mert a törköly kalap, ugye a szőlő héj, az fel fog majd jönni, mert széndioxid fog keletkezni, és ez jó fel fog emelkedni, úgyhogy ilyen 70%-ig töltsük. És ennyire kell figyelni, természetesen igen, ehhez borként kellene adni, kell is adni, én is adok nem soká. Ez úgy néz ki, hogy 100 kg szőlőhöz 7 g borként kell adni. Ez a borkén, ezt meg lehet venni ilyen mezőgazdasági boltokban, az olyan 50 liter lehet, ehhez egy 3,5 g-ot hozzáadunk, bőven elég lesz hozzá, hogy ne romoljon meg később a szőlőnk. Ez a 19%-os cukortartalom, ez nagyon jónak számít, pláne házi, kertes körülmények közt. És innentől kezdve ezt most lefedjük, úgy persze, hogy kapjon egy kis oxigént, és ezután most fel kell írni, hogy mikor hagytuk így ázni a cefrénket, és 2 hét múlva pontosan visszük, és ott van a gyönyörűen felállított darálóm, hogyha látjál, a daráló, mi is az a prés, és lepréseljük. Ezután csinálunk egy csömöszölőt, egy ilyen fadarabot, amivel így a törköly kalapot, mikor feljött, vissza fogjuk nyomogatni. Ezt körülbelül 2-3 óránként kellene megtenni, nyilván éjszaka nem tudjuk, akkor hagyjuk, azért, hogy minél jobban kiázzon a szőlőnek a héja, és belemenjen a cefrébe, illetve a kis borunkba már. Úgyhogy ez a forrás körülbelül 3 nap múlva fog beindulni, 2-3 napot vesz igénybe, időjárás függő. Én ezt itt fogom kintartani az udvaron, de árnyékba, azért napfény ne érje, arra vigyázunk. Így fedem is lefele, és ennyi, csak így éppen, hogy így rárakjuk, ennyi. Csináltunk közben egy kis mustot is. És amire még két dolgot akartam, első, esőben nem szüretelünk, vagy eső után ne legyen vizes a fürt, ugye, hogy a mustunk ne híguljon, hogyha nem akarunk egy ilyen hígvackot, mindig száraz fürtöket préselünk le, illetve így legyalulunk, valamint beszélitek, kicsit koszos a szőlő, amikor ilyen 8 lábú, félelmetes szőlőpókok mászkálnak rajta, és azt is beröráljuk, illetve ilyen porokat, pláne ha úgy, mint itt ilyen hülye tyúkok vannak, és itt összeporolják mellett a szőlőt, de nem kell megijedni, mivel azért kell majd utána később lefejteni a bort, az ilyen nehéz anyagok, mint például ez a kosz, por, sár, ami a szőlőre kerül, azok majd le fognak süllyedni a aljára, a bornak, de mi azt mondjuk később, a bor első fejtésénél, másodiknál egyre kevesebb lesz, és majd le fog illepedni az aljára, és azok ott fognak maradni, az még a kukába ki. Úgyhogy ha koszos a szőlő, nem kell félni, nem kell megmosni, Isten menj, mivel a szőlő bogyóin vannak ilyen kis mikroorganizmusok, mikróbák, amik segítenek beindítani az erjedési folyamatot. Fajélesztőt nem kell venni, ha sok pénzetek van, vehettek, anélkül is be fog indulni. Nem sok értelme van, úgy gyorsabban fog, azt mondják, hogy úgy jobb a szőlő, de így is egy tökéletes bor fogtok kapni. Úgyhogy nem lesz vele baj. Nem sokára jelentkezek 2 hét múlva a préseléssel.